A közútnál mától megérkezett a tél, téli üzemmódra állt át a megyei igazgatóság. Nyílt nap, középiskolásokat, pedagógusokat és szülőket vártak a Nyíregyházi Egyetemen. Zero Waste bemutatkozott a hulladékmentes és csomagolásmentes mozgalom. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Reggel 7 órától téli üzemmódra állt át a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága. 44 kombinált járművel, 9 nagy teljesítményű hómaróval és 5 rakódó géppel igyekeznek majd szembenézni a tél viszontagságaival és járhatóvá tenni a megye úthálózatát. Szabolcsban földrajzi adottság, hogy a Kárpátok közelsége miatt még kisebb havazás esetén is kialakulhatnak hóátfúvások a főutakon, a közútnak alkalomattán ezzel is szembe kell majd néznie. Berregni kezd a motor, ellenőrzik a hóekéket, és már is elindulnak a gépek a Magyar Közút Szerén utcai bázisáról. Ez egyelőre még csak próbaút, ám ha az időjárás úgy alakulna, akkor élesben is azonnal bevethető a géppark. A társaság ma reggel 7 órától március végéig téli üzemmódra váltott, ami azt jelenti, hogy a nap 24 órájában az összes gépükkel a megyében mintegy 200 munkatársal készültségben állnak. A járművek többsége megbirkózik a hóval és a jéggel is. A Magyar Közút megyei igazgatóság összesen 44 kombinált géppel rendelkezik. Attól kombináltak ezek a gépek, hogy elől hóekével rendelkeznek, hátul pedig sószóróval. Az ilyen kisebbekkel még a bicikliutakat is meg tudják tisztítani, a nagyobbak pedig arra alkalmasak, hogy tiszták legyenek a főutak, könnyebben tudjunk közlekedni. A megyében több mint 2100 kilométeres úthálózatot kell karbantartania a társaságnak. Természetesen egy nagy hóesés fagyos időszak esetén az autópálya és a főútvonalak részesülnek előnyben, de mindig az a cél, hogy a kisebb forgalmú utakat is rövid időn belül járhatóvá tegyék. A megye egyik adottsága, hogy több helyen szél esetén hóátfúvások nehezíthetik a közlekedést, és ehhez még nagy havazásra sincs szükség. Nem kell nagy mennyiségű hó ahhoz, hogy hófúvások alakuljanak ki, vagy hóátfúvások alakuljanak ki a megyei úthálózaton. Már egy minimális mennyiségű hó, hogyha nagy sebességű széllel párosul, akkor az már okozhat ilyen nehézségeket. Megyei szinten védekezünk a hóátfúvások ellen, 20 kilométeren rendelkezünk hóvédő erdősávokkal, ezen felül 18 kilométer hosszan került kihelyezésre mobil hófogóháló, illetve hófogórács. A téli időszakban nagy mennyiségű csapadék esnek, 9 nagy teljesítményű hómarót és 5 rakodógépet is bevethet a közút, és mivel vállalkozókkal is szerződést kötnek, további 18 gép is segítheti a munkálatokat, már ha szükség van rájuk. A közút sóból és egyéb síkosságmentesítő készítményből is betárazott. 7300 tonna só, 400 tonna zúzalék, 27 tonna kalcium granulátum áll azonnal rendelkezésre. Mint arról többször beszámoltunk, a kormányzati 5 milliárd forintos program keretében számos lakóutca megépítése mellett több nagyforgalmú út felújítása is bekerült a programba, köztük a belvárosban, a Nagykörúton belül és a Kertvárosban. Ezek közül a hét közepére elkészült a Derkovics utca felújítása is a Dugonics utca és a Kerék utca közötti szakaszon. A felújításhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozást november 8-án megszüntették. Ezzel a rekonstrukcióval egy újabb jelentős útszakasz újult meg a Kertvárosban, mely az elmúlt évek átgondolt fejlesztéseihez szorosan kapcsolódik. Ilyen fejlesztés volt a Derkovics utca, Dugonics utca, Botján János utca közötti szakasza, illetve a Legyező utca, Botján János utca, Orgona utca felújítása. Mindezek mellett még folyamatban van a Szélsőbokori út felújítása is, melynek befejezése jövő év első felében várható. A most renovált szakasz műszaki átadása a hónap közepéig esedékes, de már zavartalanul használható. A pedagógus képzés 60. esztendejét ünneplő Nyíregyházi Egyetemen nyílt napra hívták a középiskolás diákokat, pedagógusokat és szülőket. A szórakoztató programok mellett bemutatkozott mind a 12 intézet, tájékoztatót hallhattak az érdeklődők az új felvételi szabályokkal és tanulmányokkal kapcsolatban. A délelőtt sztár vendége a Tortuga zenekar volt. Teltházas érdeklődés kísérte a Nyíregyházi Egyetem bemutatkozó nyílt napját. Természetesen a képzési információk álltak első helyen, de az intézetek megmutatták tudományos kutatási területeiket is.
Tájékozódni lehetett a diákhitelről és az ösztöndíjas lehetőségekről. Elsősorban a megyéből jöttek érdeklődők, de a megye határon, sőt az ország határon túlról is érkeztek fiatalok. Én a műszaki irány miatt jöttem, az érdekel engem. Romániából jöttem, és így csak érdeklődésképpen. Szeretne tanulni? Járműmérnöki, az érdekel. Nagykállóba jöttem a Karányi Gimnáziumból, és óvodapedagógiát szeretnék majd tanulni a Nyíregyházi Egyetemen jövő évtől kezdve. Testnevelői tanárszakot céloztam meg elsősorban, mert ugye nekem a sportom mindenem, így úgy gondoltam, akkor nekem muszáj testnevelő tanárnak lenni, és úgy gondoltuk apukámmal, hogy a Nyíregyházi Egyetemet muszáj megcélozni, meg sok tanárom itt végzett, és nagyon ajánlották ezt az iskolát. Támogatja a gyereket? Természetes. Első dolog az, ami gyerek. Egyértelmű. A kollégiumba kell lakjon majd? Szeretnénk, igen. De úgy hallottuk, hogy 80%-ban fel is veszik őket. Ennyi az első szó, de nem az utolsó. Lépett a színpadra a Nyíregyházi Egyetem intézményvezetője. Generációk tudása generációk óta ismertette az iskola mottóját. Majd arról beszélt, hogy azért fontos a felsőoktatás, mert új szemléletet ad egy fiatalember életében. Nem nagyon érdemes máshol menni, már csak azért sem, mert a Nyíregyházi Egyetem egy olyan közösséget képvisel, ahol minden hallgató, minden oktató meg tudja találni a helyét, meg tudja találni a számítását, és olyan viszonyok tudnak kialakulni, olyan baráti kapcsolatok hallgatók és oktatók között, ami más felsőoktatási intézményekre nem jellemző. És ez a közösség azt gondolom, hogy kiállta az idő próbáját. Már hosszú évtizedek óta zajlik itt tanárképzés az egyetemünkön, és nem csak tanárképzési szakjaink vannak, hanem egyéb más tudományterületeken is az élvonalba tudunk tartozni, gondolok itt a mérnöki szakokra, gondolok itt a sport területeire, és gondolok itt a bölcsészettudományokra is. Teljes körű felvételi tájékoztatót is hallhattak az oktatási rektor helyettestől. Arról, hogy több mint 20 alapképzési szakot és mesterképzést, 7 felsőoktatási szakképzést és 10-nél is több szakirányú továbbképzést kínálnak. Már a napirenden szereplő felvételi idején sem lesz a legtöbb szakon minimum ponthatár, és nem kötelező az emelt érettségi. Változtak viszont a plusz pontokkal kapcsolatos szabályok. Eljött a nagy ünnep az életünkbe, hogy a mai napon, nyílt napon fogadhatjuk leendő hallgatóinkat. Szeretnénk egy kicsit betekintést adni a Nyíregyházi Egyetem életéből, mind a szakmai, mind a tudományos kutató munkánkból, illetve olyan attitűdöket átadni nekik, ami a Nyíregyházi Egyetemnek, mint intézménynek a légkörét megtapasztalhatja velük. Az összes felsőoktatási szakképzésünkről, alapszakunkról, mesterképzéseinkről kaphatnak a szakmai standékon tájékoztatót. Bemutatásra kerül a duális képzés, a különböző vállalati kapcsolatrendszereink, illetve minden olyan támogatás, amivel egy leendő hallgatót egyetemi tanulmányai alatt a Nyíregyházi Egyetemen kollégáink az oktatáson kívül pluszba számukra adhatnak. A délelőtt sztár fellépője a Nyíregyházi Tortuga zenekar volt. A nagy színpadi események után a vendégek megismerhették a Nyíregyházi Egyetem létesítményeit, majd találkozhattak a duális és kooperatív képzéseket végző szervezetek képviselőivel. Bemutatkozott a Zero Waste mozgalom Nyíregyházán, melynek célja, hogy a hulladéktermelés helyett újrahasznosítható termékeket használjanak, szemben az egyszer használatos termékekkel. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a környezetvédelme és a hulladékcsökkentés fontossága. Nagyon fontos, hogy minél kisebb korban kezdődjön meg a szemléletformálás, a jövő generációja minél hamarabb ismerkedjen meg a környezetbarát szemléletmóddal. A csütörtöki workshop célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a Zero Waste, vagyis a hulladékmentes, illetve csomagolásmentes mozgalmat és annak előnyeit. A témák között szerepelt, hogy hogyan lehet ezt a mindennapokban alkalmazni, miért fontos a hulladék csökkentése, hogyan lehet egy hulladékmentes háztartást kialakítani, és melyek az első lépések egy hulladékmentesebb élet felé. A workshopnak a mai témája a Zero Waste mozgalom, ami nem mást akar, mint hulladékmentességre hívja fel a figyelmet. Igazából a lakosságot szeretnénk minél szélesebb körben tájékoztatni erről, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél korábban, tehát még gyermekek, tehát a gyermekeket is tudjuk erről tájékoztatni, és fogékonyabbak erre a mozgalmakra.
A mai workshopon a Stelázsi csomagolásmentes üzlet fog bemutatkozni, és segítséget kapunk arra, hogy hogyan tudjuk a háztartásunkat hulladékmentesen, minél hulladékmentesebben kialakítani, illetve Tótné Balogh Mária, a Magic Herb naturkozmetikumok tulajdonosa fogja megmutatni, hogy mennyire fontos a szépségiparban is a hulladékmentes mozgalom. Mivel nem mindegy, hogy milyen minőségi, megbízható táplálékot viszünk be a szervezetünkbe, így az sem mindegy, hogy milyen szépségipari termékeket, tisztítószereket használunk, hiszen ezek is mind-mind a bőrünkön keresztül felszívódnak a szervezetünkbe, hangzott el a csütörtöki rendezvényen. A célunk az az, hogy minél szélesebb körben, minél szélesebb rétegben megismertessük ezt a Zero Waste, tehát a csomagolásmentes életet, életmódot. Vegyünk mindig csak annyit, amennyire szükségünk van, ne álljon a polcon a termék, vigyük a saját kis üvegünket, saját kis tárolóedényünket, papírzacskónkat, és abba vegyük a terméket. Nem kell a csili-vili csomagolás, a mi arckrémeink egyetlen egy üvegtégelyben vannak csomagolva, amit minden esetben visszaváltunk, vagy nagyon kevés esetben kell visszaváltanunk, mert amikor kipróbálják és megnézik a minőséget, látják, hogy ez jó, és újra töltjük. Üzletünk is van itt, ahol ilyen nagy üvegekben vannak a krémeink, bejön a kis vásárló, és beletöltjük a krémébe. Ő is spórol, a földünket sem szennyezzük, és nem termelünk iszonyú mennyiségű szemetet. A workshopon elhangzott, nem győzik hangsúlyozni a helyi termékek fontosságát, de nem csupán az élelmiszer jellegű termékek számítanak helyi terméknek, hanem a kézművesipari termékek, a mezőgazdasági termékek és természetesen a kézműves kozmetikai termékek is. A helyi termékek bizalmi termékek, melyek megvásárlásával személyes és bizalmi kapcsolat alakulhat ki, mellyel a vásárló és a termelő is jól jár. Bemutatták a Kukú című előadást a Művész Stúdióban. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Fák ágait vágták le a Síp utcán emelőkosaras autóból a Nyírvévé munkatársai csütörtökön délelőtt. A balesetveszélyes ágak veszélyeztették a gyalogos és a jármű forgalmat is. A 4-es huszárok útján folytatódnak az útfelújítási munkálatok, mindkét irányban terelik a forgalmat. A munkálatok jövő hét második feléig tartanak majd forgalomkorlátozások mellett. A Kossuth utcán a járdán való gyalogos közlekedést egy szakaszon korlátozták erős áramú kábelfektetés miatt, a gyalogos forgalom a szemközti oldalon lehetséges. A Vasvári Pál utcán egy átkelő gyalogos a patkán megbotlott és a forgalmi sávra esett, egy éppen arra közlekedő rendőrautó ellátta a sérültet a mentők érkezéséig, akik a gyalogost az ellátást követően kórházba szállították. Bemutatták a Kukú című előadást a Művész Stúdióban november 7-én. Pregicer Fruzsina és Olajos Gábor forgatókönyve alapján magyar alkotók műveinek felhasználásával készült a Móricz Zsigmond Színház legújabb gyermekelőadása, melyben Tard Dánielt láthatják a legkisebb nézők a színpadon. Pregicer Fruzsina és Olajos Gábor forgatókönyve alapján magyar alkotók műveinek felhasználásával készült a Móricz Zsigmond Színház legújabb gyermekelőadása, a Kukucs. A darabot november 7-én a Művész Stúdióban mutatták be. A rendező Pregicer Fruzsina, aki Jászai Mari díja mellett 2022-ben Magyarország érdemes művésze díjban is részesült. Alszanak a Halak című különleges produkciója után most kisgyermekeknek rendezett játékos, de minden bizonnyal fontos és maradandó élményt jelentő színházi előadást. Mindig azt szoktam ilyenkor mondani, hogy én csak rendeztem. Mondani megjátszott, hát a közönséget kell ilyenkor megkérdezni. Szerették, ennyit tudok mondani. Olajos Gábor és Pregicer Fruzsina nem titkolt célja, hogy a nézőtéren ülő gyermekek sok klasszikus alkotó segítségével lássanak csodát, varázslatot és szeressenek minél inkább játszani rímekkel, dalokkal, mesékkel és mindenekelőtt egymással. Ezen az úton Tard Dániel, a Móricz Zsigmond Színház művésze vezeti személyesen társait, a legifjabb nézőket. A teátrum fiatal művészére nagy hatással volt már a próba folyamat is, az előadások során pedig őt magát is feltölti a sok vidám és érdeklődő tekintet. Izgalmas, fárasztó, de nagyon-nagyon szép dolgokat kapok vissza, és szerintem nagyon-nagyon élvezték a gyerekek. Kaptunk már visszajelzéseket erre vonatkozóan, hogy ez egy nagyon jól sikerült és jól összeválogatott anyag, és nagyon szépen van vezetve a gyerekeknek a figyelme. De ez érezhető volt végig egyébként, hogy nevetgéltek, kacaráztak, amikor kellett figyeltek,
Szóval egy koncentrált 45 percet kapnak, és a legfontosabb, hogy tényleg élvezik a dolgot. A Kukú című előadás készítőinek vágya tehát, hogy a lehető legkorábban, legszemélyesebben szeretessék meg a színházat a gyermekekkel, hogy később tapasztalt és színházkedvelő nézőként lássák őket viszont. Az előadást november 7-től láthatják a Művésztúdióban, a darabról bővebben a péntek esti Sziesztában nyilatkozik Pregicer Fruzsina rendező és Tardániel színművész. 2-0-ra győzött a Kozár Mislány ellen a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó MB2-ben. A Spari mindkét találatot a második félidőben szerezte. Vasárnap Diós Győrben játszik rangadót az együttes. Nem hozott gólt a Nyíregyháza Spartacus Kozár Mislány mérkőzés első félideje. Fordulás után viszont Pataki helyzeténél egy vendégjátékos kezére pattant a labda, a megítélt büntetőt pedig Novák Csanád értékesítette. A folytatásban emberelőnybe is került a Nyíregyháza, de a második gólra a 92. percig kellett várni, ekkor Kovács Ádám szerzett középen labdát és a kapuba passzolt, beállítva a 2-0-ás végeredményt. Sokat jelentett a vezetés, aztán jött a kiállítás, érdekes módon nem megzavart bennünket, de nem tudtunk igazán előnyt kovácsolni a kiállításból is, azt ráadásul még vezettünk is 1-0-ra, bár volt 2-3 olyan kontránk, amiben benne volt az utolsó passzok jók, akkor lezárhattuk a mérkőzés. Így izgalmassá vált, mert volt egy-két olyan ellentámadása az ellenfélnek, amiben benne volt az, hogy akár ki is egyenlítenek. Hát a legvégén pedig a slusszpoén ugye az volt, ugye, hogy berúgtuk a második gólt, ami már csak ilyen lezárása volt a mérkőzésnek, de egy nagyon nehéz taktikus mérkőzés volt. A Nyíregyháza várta a hibáinkra, abszolút egy kontra játékot futballozott, még ember előnyben is, és hát a 90. percben, illetve a 92-ben talán nem is volt középkezdés, ugye egy kontra, illetve egy hiba végén lezárták a mérkőzést, de én azt gondolom, hogy addig is mi domináltunk egész végig. Nyilván egy-egy kontrája volt a hazai csapatnak, de a legvégén tudták lezárni. És a srácoknak meggratulálok az a teljesítményhez, amit nyújtottunk a 16-osig igazából. A Spari vasárnap keleti rangadót játszik a DVTK ellen idegenben. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer, röviden. Reggel 7 órától téli üzemmódra állt át a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága. 44 kombinált járművel, 9 nagy teljesítményű hómaróval és 5 rakódógéppel igyekeznek majd szembenézni a tél viszontagságaival és járhatóvá tenni a megye úthálózatát. Szabolcsban földrajzi adottság, hogy a Kárpátok közelsége miatt még kisebb havazás esetén is kialakulhatnak hóátfúvások a főutakon, a közútnak alkalomattán ezzel is szembe kell majd néznie. A pedagógus képzés 60 esztendejét ünneplő Nyíregyházi Egyetemen nyílt napra hívták a középiskolás diákokat, pedagógusokat és szülőket. A szórakoztató programok mellett bemutatkozott mind a 12 intézet, tájékoztatót hallhattak az érdeklődők az új felvételi szabályokkal és tanulmányokkal kapcsolatban. A délelőtt sztár vendége a Tortuga zenekar volt. Bemutatkozott a Zero Waste mozgalom Nyíregyházán, melynek célja, hogy a hulladéktermelés helyett újrahasznosítható termékeket használjanak, szemben az egyszer használatos termékekkel. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a környezetvédelme és a hulladékcsökkentés fontossága. Nagyon fontos, hogy minél kisebb korban kezdődjön meg a szemléletformálás, a jövő generációja minél hamarabb ismerkedjen meg a környezetbarát szemléletmóddal. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!